Fegyveres incidens volt egy Ukrajnával határos oroszországi megyében Bryanskban csütörtökön. Vladimir Putyin elnök szerint ukrán terror cselekményről van szó, neonácik támadtak civilekre. A kievi vezetés tagadja, hogy közel lenne a történtekhez. Putyin szóvivője Dmitri Peszkov arról beszélt, hogy az elnököt folyamatosan tájékoztatják az esettel kapcsolatos fejleményekről, és a támadást ukrán milicisták követték el. Peszkov szerint az orosz biztonsági erők szembeszálltak a terroristákkal. Mihály Podolják ukrán elnöki tanácsadó a Twitteren arról írt, hogy az ukrán szabotőr csapatokról szóló vád puszta provokáció, amivel igazolni akarják a háborút és az orosz népet sújtó szegénységet. Podolják szerint ugyanakkor a partizán mozgalom egyre erősebb és agresszívabb Oroszországban. Moszkva többször is vádolta már orosz földön végrehajtott sabotázsakciókkal Kievet. Ezeket az állításokat egyelőre nem sikerült független forrásból alátámasztani.